a pályázatot, és akkor megtetszett nagyon ez a leírás, ebből a mezőgazdasághoz nem sok közöm volt eddig, és akkor gondoltam, hogy ez engem érdekel, és belevágok, kipróbálom. Számítógépes munkám van, tehát ez elég távol áll tőle, de pont ez benne a jó. Megnéztem, hogy hogyan működik ez a fóliasátras, illetve ez az ültetvényes répai zöldség termesztés. Itt szedtünk ugye a piacra a répát, illetve zöldséget, és itt a csemege kukoricán kihúztuk ezeket a csepegtető csöveket. Esetleg pár év múlva én is lehet, hogy belevágok valami ilyesmivel, ha lesz rá lehetőségem. Miért tartottam fontosnak? Tudja azt, hogy akkor kimegy mondjuk egy piacra vásárolni, értékelje, amit megvesz. Nem tudják, mennyi munka van azzal, amire megtermelsz bármilyen termék, a sárga répánál és zöldségnél, és azt látja, hogy 300-400 forint a kereskedőnél, és nem látja az előtte lévő munkálatokat, és drága-drága, de a termelő kap érte 200 forintot, és akkor a kereskedő még ráteszi a 100% használt, és a 200 forintban, hogy mennyi munka van vele, ezt azért érdemes megmutatni. Hát, hogy lássa a vidéki életet és a termelést, hogy mi zajlik itt nálunk, zöldség, répa termelés. Hát Dávidnak érdekes volt, mert nagyon találkozott ilyennel. Mégis minden munkafázist megmutattunk neki, azt hozzáteszem, a kapálás, a gyomlálás, az öntözés, a szedés, a piac. Én nagyon tetszett neki. Meg ezt csak azt csinálja, aki szereti a mezőgazdaságot. Tehát aki nem szereti a földet, a lejáró munkát, az nem is fogja volna a gazdálkodásba. Ezt nagyon kell szeretni ahhoz, hogy csinálj. Konkrét feladat. Piacra való előkészület, répaszedés, zöldségszedés, mosás, gyomlálás, kapálás, öntözőrendszer tartunk, ez mikroöntözést, csepegtetés, hogy ezek voltak a feladatai. Mindent megcsináltam, hogy kértünk tőle, tetszett neki. Semmelyik munka nem volt ez, amire azt mondta, hogy ezt ő nem csinálja. Nagyon nagy vagyok arra.